Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Egy válságidőszakban vagyunk megint, és hát először a koronavírus okozta válsághelyzet idején merült fel az, hogy nem biztos, hogy a családtámogatások egészen jól vannak úgy, ahogyan vannak. Példának okáért azért, mert nem infláció követő ez a rendszer, és az alanyi jogon járó támogatások értéke folyamatosan párolog el. Szögezzük le, hogy én magam egyáltalán nem vagyok a segélyszerű ellátások híve, a gyermekek támogatásának a híve vagyok, és azt látom, hogy a családi pótlék összegének több mint a fele párolgott el az infláció miatt 2010 óta, és hát bizony azt fogja mondani államtitkár asszony, hogy igen, de ott a családi adókedvezmény, és családi adókedvezmény tekintetében akkor minden szülő igyekezzen kimaxolni a lehetőségeket, tehát egy igen magas kereset kell ahhoz, hogy maximálisan igénybe tudják mindezt venni, de az már nem a gyerek hatásköre, hogy a szüleinek ez sikerül-e vagy sem. Ha garantálni akarjuk azt, hogy a gyermek érdekkörében legyen elkölthető összeg, akkor bizony az érték elpárolgása tekintetében is legalább meg kell dupláznunk a családi pótlékot. Én viszont említettem, hogy nem vagyok annyira segélyezés párti, tehát én ezt nem alanyi jogon adnám oda, nem feltétel nélkül, hanem egy családi kártya nevű intézményen keresztül. A családi kártyával pedig többféle dolgot lehetne vásárolni, így alapvető élelmiszert, gyermeknevelési cikkeket, a gyermek lakhatásának a költségeit, negyed sorban pedig a gyermek szellemi épüléséhez szükséges szolgáltatásokért is lehetne fizetni vele, legyen szó egy igényes könyvről, vagy éppen egy színházjegyről. Látható tehát, hogy igen nagy szabadságot élveznének a családok abban, hogy mire költsék el ezt a plusz összeget. Az igazi kérdés az, hogy a kormány akarja-e, hajlandó-e, képes-e támogatni a családokat ilyen módon, hiszen azt látjuk, hogy ha ezt a plusz garanciát nem tesszük bele a rendszerbe, amit a családi kártya jelent, akkor nem garantált, hogy mindig a gyermek érdekkörében hasznosulnak ezek az összegek. Ha viszont beletesszük, és itt van egy nagyon erős garanciával bíró ellen, persze a megfelelő ellenőrzési rendszerrel, hogy ezzel ne lehessen visszaélni, akkor garantálható az, hogy ezek az összegek jó eséllyel a gyermek érdekkörében hasznosulnak, teljes körben hasznosulnak, és egyértelműen segítik a szellemi épülését is a gyermeknek, tehát nem csak a fizikai gondozását, ellátását. Értem én, hogy a családtámogatási formák kapcsán komoly vita lesz közöttünk, hogy melyik, hogy és miért nem követi az inflációt, melyik jó és melyik nem jó, ez egy legitim vita. Ezen túllépve viszont azt szeretném önöktől kérni, hogy támogassák a családi kártya intézményének bevezetését, mert ezzel a jelenlegi szinthez képest úgy lehet megduplázni a közvetlenül a gyermekeket elérő támogatást, hogy garantáljuk, hogy abból a gyermek épül, és hogyha a gyermek épül, akkor várhatóan egy sikeres, produktív, adófizető polgára lesz ennek a hazának, a szülőföldön való boldogulás elvének a jegyében pedig ennél többet, ennél fontosabbat nem kívánhatunk. Köszönöm a figyelmet!